Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják, benne elsőként egy stúdió beszélgetést. Köszöntöm itt a stúdióban Lovas Irént, a Molnár Gábor Műhely Alapítvány vezetőjét. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Önök nemrégiben egy teljesen új műfajjal rukkoltak elő. Azért mondom, hogy új műfaj, mivel az, hogy zenélnek, az nem újdonság már, de most valami teljesen újba fogtak. Mi volt ez? Igen, egy rock musicalt adtunk elő nemrégiben, 9-én kedden. Hát ez már nem újdonság, mert mi már nagyon régóta gondolkodunk abban, hogy hogyan lehetne egy olyan figyelemfelhívást, egy olyan üzenetet küldeni a városunk, vagy lakóinak, vagy tágabb értelemben a társadalomnak, hogy amiben fölhívhatnánk a figyelmet arra, hogy bizony elég kiszolgáltatottak a fogyatékossággal élők, leginkább a fogyatékossággal élő nők. És volt nekünk korábban egy bűnmegelőzési projektünk, ami pontosan az internethasználat, a csetelés, a Facebook és az egyéb közösségi oldalaknak a használatával függött össze. És ez nem bizonyult elég hatékonynak? Hát nem, ez a bűnmegelőzési projektünk nem nyert, és ennek a témája az volt, hogy egy kisfilmet fogunk elkészíteni, amiben áldozattá válás és az áldozattá tevés mindkettő találkozik ebben a kisfilmben. Nem nyert sajnos a projekt, viszont nem szerettük volna elengedni ezt a témát, annál is inkább, mert hogy azért az alapítványunkban több fogyatékossággal élő lány van. És aktuális ez a probléma? És nagyon aktuális a probléma. Tehát konkrét esetek. Abszolút konkrét esetekről tudunk, és hát a családon belüli erőszaktól kezdve a leszorításokon át, a zaklatáson keresztül szinte majdnem minden előfordul nálunk a fogyatékossággal élő lányok életében, és hát ez nagyon aktuálissá vált bizony. Úgy gondolom, ez a visszaélés gyakorlatilag. Abszolút. Így van, és hát a fő témánk ez a visszaélés, illetve a visszaélés csökkentése és ennek a megelőzése. Na most ez nem kimondottan csak a szexuális zaklatás és a szexuális abúzusra vonatkozik, hanem a pénz kicsalásától kezdve, a becsapáson át, a fogságban tartáson keresztül. Tehát ma már azért nagyon sok mindennel találkozunk, híradóban látjuk, azt gondoljuk, hogy igen, ez mindenki mással megeshet, de itt van sajnos a mi életünkben is, nagyon is közel, tehát erre fontos figyelnünk. Igen, az érdekes, az ember látja az ilyet a hírekben, hogyan is mondta, és arra gondol, hogy jó, hát persze a nagyvilágban ilyen előfordulnak, de nyilván itt ebben a kisvárosban nem ezek szerint akkor... Bizony, előfordul, nyilvánvaló rejtve maradnak, hiszen melyik szülő az, aki szalad a rendőrségre és mondja, hogy jaj, hát az én gyerekemtől kicsaltak a cigányok 1 millió forintot, milyen szépen levette apránként a bankkártyájáról, odaadta, hitegették, becsapták, a másikat ugye megerőszakolták. Igen, tehát ezek mind olyan témák, ugye ezeket rejtegetik és bújtatják, és ezek tényleg nagyon látenciában maradnak. Viszont nagyon kell rá figyelnünk, bocsánat, mert hogy a mi felelősségünk az, tehát az alapítványban élő dolgozók és az alapítvány feladata az, hogy a fogyatékossággal élőket a lehető legjobban megtanítsa a saját határaik védelmére. Viszont van egy másik oldal is, hiszen nem fogunk tudni teljes határvédelmet kialakítani, hiszen mi épek is azért nagyon sokan hiám vagyunk ennek az ép határnak, viszont meg kell értenie a többségi társadalomnak, hogyha látja is, hogy kihasználható, ne tegye. Tehát mozduljon meg benne az a kis rózsaszín eleven, és tudja azt mondani, hogy látom, igen, felajánlotta magát ez a lány, igen, kihasználható lenne, elvihető lenne, de nem teszem, látom. Na, talán egy egészséges személyiség nem is tesz. Így van. Ilyet, úgy gondolom, így van. Én úgy gondolom így legalábbis. Így. Itt van tehát ez a rock musical. Miért? Miért éppen rock musical? Miért ez a műfaj? Azért ez a műfaj, mert hogy szerettük volna minden színjátszunkat megmozgatni, és minden művészeti csoportunkat megmozgatni. Az volt a célunk, hogy majd a Hangadók zenekar följátsza, elénekli Janó, hiszen neki zseniális jó kis hangja van. No, de hát ez egy fiúról és egy lányról szól ez a rock musical, és kellett egy női hang, és akiben bíztunk, vagy akitben szerettünk volna látni lehetőséget, lányunk, ő ezt nem vállalta, megijedt az utolsó pillanatban. Hát azért valóban ezek komoly dolgok, és a zenekar vezetőnk, Pallagi Attila leült, és egyszer csak, amikor így 5 perc múlva felállt, azt mondta, hogy kész a szöveg.
és így kihullott a papírra a kész repertoár, és volt egy lánydala, volt egy fiúdala, volt egy dal, ami ment a bírósági tárgyalásat, és volt az összetalálkozás dala. És ez a négy dal, ez így megszületett szinte egy csapásra, és akkor ezt ő felénekelte, és aztán ment tovább a történet, és neki lett, vagy illetve van egy Ez van nevű zenekar, amiben Somogyi néni Lévai Klári az énekesnő, és Klári mondta, hogy hát ő ezt elénekli. És akkor egy elénekelt a lánydalát a Klári, a fiúdalát az Attila, és akkor mondták, hogy jó, hát akkor maradjanak ők rejtve sötétben, és még megy a színjáték, akkor ők ugye énekelnek. Na de olyan sok különleges akkord került ebbe a dalba, meg olyan zeneileg nagyobb ívű megoldás, amit nem tudtak sajnos a hangadók lejátszani. Ki játssza, ki kíséri ezek szerint? Attila gitáron, és minden más hangszető a stúdiójába felvett hozzá. És gyakorlatilag a zenei hátteret Attila és akkor Klári biztosítják, és a színjátszók pedig eljátsszák a történetet. Tehát az önök tagjai, így van. Nálunk vannak az alapítványban, nálunk kapnak alapellátást, nálunk dolgoznak, és ha a Sári, a főhősnő, ő nincs nálunk, de minden táncfoglalkozáson és színjátszó csoporta nálunk van. Tehát, gondolom azért nem kis munka volt ezt így összehozni. Tehát időben munkában mennyi volt ez? Nagyon nehéz, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy fogyatékossággal élőkkel dolgozunk. Tehát nyilván nagy szövegtanulásra nem számíthatunk. A színjátszóink élik a darabot. Ők nem játsszák, hanem élik a darabot. Ezt azért nagyon fontos tudni, mert ugye a nézők is majd látják, hogy vannak olyan mozzanatok, például maga a fő cselekmény, amiben az erőszakoskodó fiút a lány a rózsaszárával próbálja megvakítani. Tehát ez egy nagyon elaprózott, pici mozzanat, holott egy szép ívű nagy mozdulatnak kellene látszódnia, de miután éli, ezt egy pici mozdulattal gyorsan elintézi, és még mindig nem tudtuk átvinni, hogy a nagy mozdulatokat mutassa be, mert hogy ő nem eljátsza, hanem éli ezt a darabot, és ugye erre is nagyon kell figyelni. Lényegesen nehezebb így. Így van, sokkal nehezebb, így van, és hát nem, az instruálások, a rendezői instruálások, azok nem úgy kerülnek befogadásra, mint ahogy az épeknél. Mi lesz a jövője ennek a darabnak? Ez a pályázat, amiben most mi dolgozunk, a Norvég civil alaptámogatásával, fogyatékos nők erőszakkezeléséről szól, és azt tervezzük, hogy ebből a rock musicalből egy filmet készítünk, és ezzel a filmmel elmegyünk fiatalokhoz, gimisekhez, főiskolásokhoz, egyetemistákhoz, és beszélgetünk arról. Hiszen manapság már annyira egyértelmű, hogy csetelünk, annyira egyértelmű, hogy fiúk jönnek, mennek a lányok ágyából be ki, és ez fordítva is így van, sokszor már a lányok mennek a fiúkhoz udvarolni, tehát manapság már ezek így összekeverednek, viszont a fogyatékossággal élőknél ez másként történik. Egyik oldal sokkal nyitottabb, hiszen a fogyatékos lány iszonyatosan vágyik a szeretésre, a szerelemre, ezért aztán mindent fölajánl, ami fölajánlható, teljes határvédelem nélkül, a másik oldalon pedig retteg. És fél attól, hogy ő egészen máshogy gondolja el ezt az együttességet, mint mondjuk az ép nőtársai. Tehát ezt a kettősséget meg szeretnénk mutatni pontosan azért, hogy ne legyen annyira egyértelmű, hogy egy párkapcsolati cucc az csak magánügy. Tehát egyébként ez egy pályázat keretében valósult meg ez a rock musical? Ahogyan említette itt a Norvég. Igen, elindult már korábban, mert a fogyatékosság világnapjára tavaly december 3-án bemutattuk ezt a darabot. Nem került még jó kidolgozásra, tehát nem végeztünk, mert sokkal nagyobb munka volt ez, mint ahogy mi ezt gondoltuk. Nem készült el a darab, de annyira lelkesek voltunk, hogy mondtuk, hogy amilyen állapotban van, olyan állapotban tesszük ki a színpadra. Szerencsére ezt megtehetjük mi, hogy azt tudjuk mondani, hogy egy nem kész darabot is be tudunk mutatni. Viszont ezt a kisfilmet, hogyha elvisszük egy ilyen vitára, hogy mennyire magánügy ma egy abúzus, mennyire magánügy ma egy családon belüli erőszak, mennyire magánügy az, hogy például, ha belegondolunk, hogy egy épp kisgyermek a családban felnőve ellesi
ahogy apu megcsókolja anyút, vagy ahogy az öleléseket, ahogy szépen lassan beépül az ő életébe a szeretés maga. Addig a fogyatékossággal élőnek a konkrét síkon nem feltétlenül mennek át ezek a látens tanulások, és ott nagyon is föl kell készíteni arra, hogy mi várható, mi nem. Nagyon fontos, hogy együttműködésünk van a rendőrséggel, és van tudásunk arról, hogy milyen tapasztalatok vannak. És szerencsére a rendőrség segít nekünk abban, hogy mondjuk bekapcsolódhatunk ezekbe a dolgokba. Tehát, hogyha mi tudunk abban segíteni, hogy a szülő bátrabban forduljon a hatósághoz, bátrabban forduljon mondjuk a kormányhivatal embereihez, akkor mi ebben segítünk. És hát ezért is jött létre most a keddi találkozunk, ahol a musical bemutatás után mi beszélgettünk erről. És hát bizony a hivatal egyébként is egy leterhelt városvezetés, és illetve egy leterhelt hivatali életről beszélünk, ahol a jogszabályok azoknak a változása, azoknak a módosulásai, azok teljesen elviszik igazából az emberről a fókuszt. És mi egy picit próbáljuk visszahozni az emberre. Visszaterelni a reflektorfényt, az emberre. Hát akkor ennek egyében köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és további jó munkát, és sok sikert kívánjuk. Nagyon köszönöm szépen. Kedves nézőink, bízom benne, hogy sikerült felkelteni az érdeklődésüket ez iránt, az alkotás iránt. Most kérem, tekintsék még ezt a darabot.
Ágámnak olyan
olyan dolgokat, amelyekről tudta, hogy nem meri megtenni. A bíróság döntése a következő. Mindkét fél bűnös. Yeah.